Plaštovciach sa začala éra festivalová. Na miestnom športovom ihrisku tu totiž v dňoch 30. a 31. augusta 2019 zorganizovali 0. ročník leto ukončujúceho festivalu, a to hneď nie hociakého. Prvý deň sa tu predstavila mimoriadne obľúbená slovenská skupina Desmod, ktorá publikum rozpálila a do skorých ranných hodín zábavichtivých hudobne sprevádzal DJ show. Druhý festivalový deň sa začal predstavením bábkového divadla Lienka, pokračoval detský program NEC Produkcio a vo večerných hodinách si návštevníci mohli do sýtosti vychutnať maďarskú hudobnú veličinu Republik, ktorí hrali 2,5 hodiny. Maďarská hudobná scéna pokračovala DJ Dominikom a hneď po ňom domácich rozburácal rodák z Plášťoviec Mgister. Zábava opäť pokračovala do skorých ranných hodín v sprievode DJa Showa. Počas celého podujatia boli k dispozícii rôzne sprievodné programy, súťaže, remeselníci, skvelé občerstvenie či pre najmenších skákací hrad. Sme radi, že sa nám podarilo toto podujatie zorganizovať. Veríme, že všetci návštevníci, ktorí sem prišli, prišli si na svoje. Len tak pre znázornenie, v piatok sme tu mali kapelu Desmod, ktorá to tu parádne roztočila. Dneska tu máme Republik, potom nasleduje náš domáci hosť, Mgister, potom máme ďalšieho hostia z Maďarska, je to DJ Dominik, a veríme, že celé toto podujatie, ktoré sa tu zorganizovalo, ľuďom sa páči. Boli by sme radi, keby sme v tomto našom snažení mohli pokračovať, a veríme, že aj financie na to budeme môcť poslať z rôznych zdrojov. Mostani Hitwege, ich sikerült ahogy az idő is kedvezett, örülünk annak, hogy sikerült megszerveznünk ezt a fesztivált. Tény is való, hogy ilyen típusú fesztivál még Palaston úgy nem volt. Reméljük, hogy a következőkben is sikerül hasonló szórakozást biztosítani az embereknek. Engedjék meg nekem, hogy így elmondjam, hogy pénteken a Desmod együttest fogadtuk sikerrel, koncerteztek nálunk, tetszett nekik nálunk. A mai nap folyamán a Republik együttes következik, majd egy helyi tehetség, a Mgister, aztán DJ Dominik Magyarországról, és az egész estét egy diszkósó fogja zárni. A tegnapi tapasztalatok azt mondják, hogy a fiataloknak tetszik, úgyhogy örülünk ennek az egésznek, és reméljük, hogy a közönség is értékelni fogja ezt az egészet. Do budúcna môžeme potvrdiť, že uskutoční sa u nás podujatie taky sme následne Svetohubertské dni, ktoré už ako tradične aj tohto roku sa usporiadajú. Veríme tomu, že naše ďalšie akcie budú úspešné, ľudia prídu, zabavia sa a nejakým spôsobom hádam ocenia naše snaženie, že robíme to pre nich. Következő akcióink a taký sme program egész járásunkat érinti, nagy szeretettel várjuk a különböző országok képviselőit, akik kultúrműsorral fognak kedveskedni. Majd ezt követi a Szent Hubert nap, amelyet idén is megrendezünk, immár második alkalommal. Ezen kívül még vannak tervek, elképzelések, bízunk benne, hogy sikerül megvalósítani, és a nagy közönségnek fog tetszeni az egész.